Ez itt kérem szépen a Start Plus. Kellett már a zene? Ezzel a címmel jelent meg a Garami Funky Stuff új dala. A zenekar alapítója, dobosa Garami Gábor, és bocsánat, hogy nem fordítva mondtam, Dósa Szelina, a zenekar énekesnője a vendégünk. Jó és reggel. Hát azért elég egyértelmű szerintem csak ebből a címből az emberek számára, hogy ez mikor készülhetett ez a dal. Kellett már a zene? Hát ez abszolút nagyon friss, és ebben leginkább nem is nekem, hanem a zenekarnak és a zenészeknek van óriási főszerepe, ugyanis az ifjabbik Tornocki Ferenc írta a gitárrészt, vagy gitárriffet, ahogy azt mondják, ő továbbküldte a basszusgitárosnak, aki meghangszerelte és megírta az énekdallamot, majd ő továbbküldte az énekesnőnek, akinek a párja megírta a dalszöveget, szóval, hogy ez valóban egy stúdió munka volt. Karantén munka, vagy ez abszolút. Már stúdió munka? Igen. Ez még karantén, abszolút karantén alatt. Mennyi idő alatt raktátok össze? Elég rövid idő alatt. Én igen. Úgy emlékszem, szerintem egy 2 hét körülbelül. Hm. Hát jó, amúgy sem volt senkinek semmi dolga, és semmi más dolga. Nem, de a zenészek amúgy is sziporkáztak mondjuk ebben az időben, vagy ebben az időben is. Na de ez már post-karantén jelenet. Lirikus, drámai hangvételű. Az, hogy találtad el? Hát te figyelj. Nem csak, hogy vagy akár egy nagyon úgy happy, tűnik, úgy tűnik, egy nagyon vidám dal. Hát vidám, de erről tényleg inkább meséljen a Szelina, mert hogy ők hozták össze a szöveget, tehát hogy miről is szólt ez. Először megvolt a zene, nyilván annak volt egy hangulata. Hát persze. Igen, viszont ez abszolút szerintem egy nagyon vidám dal. A zene szeretetéről szól, összehozott minket, barátokat, akik közösen végre együtt zenélhettek, és hát minden nap van valami feladatunk, amit meg kell oldanunk, vagy gondtalanul, vagy pedig széllel szemben, küzdelmekkel. Egyébként ki lehetne írni, hogy szókimondó szövegek, mert hogy valójában arról beszélünk, amire vágyunk, tehát hogy kell a zene, újra együtt akarunk muzsikálni, tehát hogy... Abszolút. Nem csúnya szövegek, csak szókimondó, tehát hogy nagyon a hallgató szájába adjuk az üzenetet. Azért is örülünk, hogy most itt vagytok, hogy igazi ilyen profi zenészekkel beszélgetünk, mert mi itt a Krisztinával az elmúlt napokban pont arról beszéltünk, hogy milyen jó lenne elmenni már valami nagy buliba, valami nagy koncertre, de ugye most még nem tudunk elmenni, illetve nem tudjuk, hogy mikor tudunk elmenni. Mert most még csak meccsre mehetünk, Robikám. Meccsre mondjuk szerencsére el tudunk menni. Nagy szerencse. De hogyan tovább? Így van. Abszolút koncertre is lehet menni, bizonyos létszám alatt, aha, hogyha betartod a mondjuk valamilyen igen, fajta 500 távolságot. 500 fő most így, a meghúzott határ. Amúgy szerintetek, Gábor, ha már tényleg itt ültök, és ugye erről is beszélgettünk, akkor van létjogosultsága annak most már, hogy legyenek végre ilyen nagy koncertek, szerintetek? Tehát, hogy most már ideje lenne? Hát az új Covid adatokkal. Ez biztos, hogy ideje lenne. Ide. Igen, ez a jó válasz. Hát figyelj, nyilván mi most egy olyan felállásban ülünk itt, milyen érdekes szókép. Igen. Ti, mint nézők, gondolom vágytok már a koncertre. Persze. Mi pedig, mint zenészek, már éjjel-nappal próbára járunk, ilyen videókat igen készítünk, otthon a konyhában mindenki lefotózza magát. Ki csinálta a videót egyébként, ha már itt szóba hoztad? Mármint a klippet. Tóth Mátyásnak hívják az operatőrt, és majdnem rendezőt is. Az ötlet egyébként az enyém volt, hogy bevonuljunk ide a Hungaroton stúdióba, ugyanis itt készült az a lemez, aminek az egyik legnagyobb kedvence az én dobosom, a Solti János, ez a Lokomotív GT zenekar 10. albuma. Itt készült, ez a Hungaroton stúdió, és amikor bementem, rögtön beleszerettem. Mahagóni falak, történelem a falakon, persze, aranylemezek. Varázslatos hangulata. Tényleg elképesztő tényleg volt. A Matyi meg egyszerűen ezzel a képpel megálmodta, és én nagyon szerettem. Valójában nem egy olyan bonyolult videóklip, egy hangulatot akartunk vele. Így van, egy jó kis stúdió. Azon csodálkoztam egyébként, hogy nem téged mutat folyamatosan a kamera, mert hogy ugye, van azért egy, úgy szeret. Egy nagyon érdekes tulajdonságom, ezt úgy hívják, hogy szerénység. Igen? Tudod? Tehát, hogy mint ahogy a... Én ezt nem ismerem ki. Ne, ezért mertem el. Nem, én alapvetően azt gondolom, mesélj róla, ez milyen ez Gábor? Szól. Én egyébként gyerekkoromban is, ha mondjuk elkezdtünk focizni, akkor én mindig én szerettem az lenni, az a fajta futballista. Hiszem, aki a kispadon ült. Vagy aki beadta a labdát, és a csatár az vigye el a hírnevet nyugodtan. Szóval ez a zenekar az róluk szól leginkább. Én nekem még csak kormányt adtál, de ültél mellém az anyós ülésre, átadtad az autót. Átengedtem neked egy autót, tehát hogy... Így van. Nem... Te is ültél az autójában? Ültem az autójában. Én nem vagyok egy ilyen szempontból jó főnök alkat, de hát ezt a Szelina is el tudja mesélni, igen, hogy... A mesélj el!
Nagyon jó főnök és harmonikus. A Gábor az egy nagyon harmonikus személyiség. Én nagyon szeretek vele beszélgetni. Szerintem nagyon sok közös témánk is van. Mindenféle dolog a vegáns. Mióta vagy a zenekar része, tagja, mióta énekelsz ebben a zenekarban? Pontosan 2018. február 26-án volt, azt hiszem, a casting. Napra emlékszel, igen. Hú, de én a dátumokra egyébként nagyon. És márciusban volt az első koncertünk 18-ban, úgyhogy két. Milyen éve volt a casting? Hogy a Garamihez az be kellett menni? Nem komoly casting volt. Jó, hát de hadd kérdezzek igen, már. Hát, komoly zenekari casting. A kérdezni se szabad, hát, gyerekek. De inszinuáltad, hogy hozzá kellett menni. Hát, mert ő jogos az alapító. Hát én azt gondoltam, hogy mit tudom én, hogy a zenekarok életében ez hogy van. Kérdezni is szabad, meg reagálni is. Na, biztosan olyan zenekar, ahol csak a főnökkel kell találkozni, de ez nem olyan volt. Ez nem olyan volt. Itt az egész zenekarral el kellett játszani, ezt hiszem 3 dalt. Aha. És... én nagyon élveztem már a castingot is, úgyhogy... És visszatérve a Robi kérdésére, hogy 500 főnél kisebb koncertjeitek lesznek-e most? Abszolút lesz. Az jövőben merre fele jártok? Budapesten szerencsére elindultunk vidékre is, hívnak, szeretnek, legalábbis én azt gondolom. Meg manapság nagyon érdekes fúziók jöttek létre, hogy például hamarosan játszunk egy szállodában, azért cserébe, hogy ott 2 napot eltölthetünk. Aha. Tehát, hogy ez egy szállodának is jó, mert viszünk oda talán némi vendégsereget, aha, nekünk jaj, jó, mert kicsit pihenünk. Aztán, jó, mert játszunk így is. Van, aztán muzsikálunk is este, Budapesten igen, is lesznek már koncertek, szabadtéri helyeken is. Akusztikus koncertünk is lesz. Hú, tehát, hogy jó lesz. Nekem arra volt jó, vagy nekünk azt gondolom, hogy jó sok zenésznek arra volt jó, hogy elkezdtünk egészen új dolgokban gondolkodni. Például abban, hogy egyrészt az, hogy videókat készítettünk el, ez az eddig is megvolt, de az, hogy a digitális csatornákat ennyire felhasználni arra, hogy egymással tudjunk dolgozni, majd utána a közönséggel ezt megosztani. Szoktam mondani, hogy ebben az időszakban az összes általunk nagyon kedvelt zenész, Sting, Robbie Williams, Madonna is sokkal intimebb szférájába engedett bele. Tehát otthon énekelt a nappaliban, amit eddig nem tett meg, egy mackó felsőben, nem tudom, Robbie Williams. És ettől szerintem a nézők vagy a hallgatók számára is sokkal, nem tudom, kedveltebb lett. Okay. Jó, hogy egyébként, hogy mondja szerint, bocsánat. Abszolút egyetértek. Ennyit akartam hozzá. Jó kollega, nem? Nem pont a Garamit akartam egyébként megdicsérni, mert tegnap mondtam az egyik ismerősömnek, hogy jön be a Garami hozzánk, és akkor hát már megint milyen új műsort indít, és mondtam, hogy zenekaráról lesz most szó, és akkor kérdeztem, mi a Garami? Mondom, viccelsz? Hát mondom, kitűnően gitározik, billentyűzik. És akkor mondta, hogy de nem dobos, te elmondom, az csak viccet. Zseni vagy, tényleg zseni vagy. Ügyesek legyetek, vigyázzatok magatokra. Igen. Mossatok kezet, sokat énekeljetek. Micsoda, árosítás.